Szeretettel köszöntelek! Most egy nagyon finom, krémes húsételt szeretnék ajánlani. Csirkemellből készítettem, vele együtt sült burgonyával. Egy kilogramm burgonyát megtisztítottam és kockákra vágtam. Ráöntöttem egy kevés olajat, majd tetszés szerint fűszereztem. Sóval, borssal, majorannával és fűszerpaprikával. Adtam hozzá egy kevés majonézt és saját készítésű sűrített paradicsomot. Összekevertem, majd beleöntöttem egy hőálló tálba. Sütőben lefedve 200 fokon 30 percig sütöttem. Közben felkockáztam 500 g csirke mellett. Erre is öntöttem egy kevés olajat és fűszereztem. Sóval, borssal, fűszerpaprikával és petrezselyemlevéllel. Összekevertem, majd egy serpenyőben 10 percig pirítottam. Egy egész tojást összekevertem egy kevés sóval és 2,5 dl tejjel. Harminc perc után kivettem a burgonyát a sütőből, és elhelyeztem a tetején a csirkemell darabkákat. Valamint ráöntöttem a tojásos tejet. Sok levet engedett a burgonya, nyugodtan önthetsz le belőle, de egyébként nekem a végére szépen elfűlt mind. Utána még 20 percig sütöttem fólia alatt, és 10-15 percig anélkül. Végén megszórtam a tetejét petrezselyemlevéllel. Isteni finom lett, nagyon jól átvette a burgonya és az ízeket. Remélem neked is tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Ha lájkolod a videót, örömet okozol vele. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!